Voltak táblák, voltak zászlók, volt rengeteg fehér lufi, ami egyáltalán nem volt azok a pártlogók. A szervezők kérték ezt a politikai pártoktól. Komáromi Zoltán, a Demokratikus Koalíció egészségügyi szakpolitikusa azt mondja, pártja tiszteletben is tartotta a kérést. Ő azonban magánemberként ott volt, mert ahogy fogalmazott, az egészségügyi szakdolgozók helyzete 10-12 éve szörnyű. Rengeteget dolgoznak, mivel sok szakember hiányzik a rendszerből, ezért mindenki többet dolgozik, mint amennyi tulajdonképpen a munkaköréből eredne, és a szóban és egyéb lózungokban megjelenő társadalmi megbecsülés az kevés ahhoz, hogy ezen a pályán dolgozók meg tudjanak élni, és ezen a pályán meg tudjanak maradni. Elvárjuk az azonnali, az orvosokéval arányos mértékű béremelést. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara alelnöke szerint jelenleg 8-10 ezer ápoló hiányzik a betegellátásból. Sokan hagyták el a szakmát a munkakörülmények és a fizetések miatt. Most egyebek közt előrehozott bérrendezést kértek a kormánytól. Az MSZP jogosnak tartja a szakdolgozói kamara követeléseit, erről Korozs Lajos, az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának szocialista elnöke beszélt mai online sajtótájékoztatóján. A szakdolgozóknak elegük van az alulfinanszírozottságból, elegük van abból, hogy nem veszik szinte emberszámba őket, nem tárgyalnak velük értemben az egészségügyet érintő kérdésekről, és a fizikai és lelki terhelésből is elegük van. Kérdeztük a kormányt, támogatják-e az egészségügyi dolgozók kérését, de válaszul szinte szó szerint az Emberi Erőforrások Minisztériumának tegnapi levelét küldték el, amiben arról írnak, hogy évek óta tart egy átfogó béremelési program. Az Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke szerint most egy szakdolgozó kevesebb, mint 200 ezer forintot kap készhez, és ahhoz, hogy megéljenek, 220-240 órát dolgoznak egy hónapban. A tegnapi tüntetésen pártként a Momentum sem vett részt, de azt írták, több tagjuk, több politikusuk ott volt, hogy így is kimutassák, kiállnak az egészségügyi dolgozók mellett, akik, ahogy fogalmaztak, sokkal több anyagi és emberi megbecsülést érdemelnének. A Jobbik még tegnap közleményben reagált a tüntetésre. Annyit írtak, az egészségügyi szakdolgozói nagygyűlésen résztvevőknek mindenben igazuk van.